Félkörívben rajzolták fel a rendőrök a nyomokat, amik azt jelzik, hogy itt akart megfordulni a szabálytalanul haladó autós. Ez egy négysávos szakasz dupla záróvonallal. A baleset Szekszárd mellett a hatos úton történt. Az éppen forduló kocsiba 90-nel csapódott egy másik. Abban a járműben négyen utaztak, munkából tartottak hazafelé. Jött a hölgy, megfordult, és így belementek. Fékezniességük nem volt, és hál' Istennek enyhén sérültek. A szabályosan közlekedő autó sofőrének esélye sem volt fékezni, csak a szerencsének köszönhető, hogy a balesetben négyen könnyebben, míg egy fő súlyosabban sérült. Tudtunk velük beszélni, el tudtak mondani mindent. Mondtuk, hogy maradjon itt, de azt mondta nem, mert a mentősök mindenképp be kellett vigyék őket. Másikkal is beszéltünk, aki úgymond egy sérült is, de más nem tudunk egyelőre. A baleset ideje alatt hatalmas autósor torlódott fel a Bor utcában és a hatos úton. Voltak, akik 45 percet vártak, hogy tovább indulhassanak.